járatok folynak az építők útján. A Szórád Márton út, a Görbe utca és az építők útja közötti szakaszon a teljes útburkolatot, az alatta lévő alépítményt, az aknafedlapokat, a buszöblöket és a taxidrosztokat is kicserélik, mondta el televíziónknak Nagy Zsolt, a kivitelezési munkálatokat végző DVG ZRT ágazatvezetője. A teljes útfelújítást azonban még számos rekonstrukciós feladat előzi meg. A felújítási munkákat megelőzi az itt lévő közművek rekonstrukciós munkái, távhő vízvezeték, szennyvízvezeték felújítása. Most jelenleg ennek a munkálatai zajlanak. Az összes közműfelújításnál ugye a munkaárkokat ki kellett alakítani. Jelenleg folyamatban van még a föld munkáknak a kivitelezése. Az ágazatvezető kiemelte, csak és kizárólag a rekonstrukciók elvégzése után kezdődik meg maga az útfelújítási munka, amely pályázati összegből és önkormányzati forrásból valósul meg. Első ütemben kiépült ennek a ideglenes forgalomtechnikája. A parkolás, a személyautók az építőkutyának erről a szakaszáról kilettek terelve, korlátozva lett a forgalom. Az első napokban ez kicsit nehézkesen ment a gépjárművezetőknek, de most azért már a harmadik hetében járunk a kivitelezési munkáknak, és úgy néz ki, hogy már mindenki megtanulta a közlekedést. Hozzátette, a felújított útszakasz környékén élők mindennapjait a munkálatok nem hátráltatják és nem veszélyeztetik. Csupán a bontási tevékenységekkel járó zaj az, ami esetleg megzavarhatja nyugalmukat, amiért a dolgozók, a lakók szíves elnézését és további türelmét kérik az elkövetkezendő hónapokra.